Szóval gyerekek, itt van a gyermeink 24 óra hűtős keresztés után. Így néz ki. Gyakorlatilag a Super Nuvolám, a Caputo Nuvolám ugyanígy nézett ki buci formájában. Tiéd, Zsolti? Hát eléggé hasonló, úgyhogy egyelőre nincs így belegondolva. Jó, tehát ugyanazt a tésztavezetést használtuk, és akkor most gyakorlatilag Lacika elkezdi ezt kinyújtani és bedagasztani, pontosabban bedagasztani, feltétezni, kisütni, így. Na, ezt innen félre is rakjuk, hogy minket ne zavarjon. Így. Na, nézzük meg, hogy mit tudunk vele alkotni. Nézzétek, milyen kis buborékok vannak benne itt. Hát az itt, nézd csak. Ő, de gyönyörű. De nagyon kis finom. Na, nézzük meg, hogy mit tudunk csinálni. Na, mit szóltok? Szép bubis. Szép bubis. Ismét a kluárféle pöckölés technikát. Azt mondta, tőlem tanultad. Így van. Na. Gyerekek, egyelőre én úgy érzem, hogy ez így ready. A kis gyermeink. Így, ezt ide félre rakjuk. Ide húzzuk. És... Gyerekek, hibátlanul lehet nyújtani. Látjátok, mennyi? Ennyi volt. Ki van nyújtva. Hát szerintem ezt patikán fogjuk gyerekek sütni, én nem látok benne nehézséget. Most az a jó hírem van, hogy elfejtettem elkészíteni a paradicsomszószt, úgyhogy nem fogunk tudni semmilyen feltétre állítani, hogy most kinyújtottam, lerakom a... Csináljuk egy olyan... Nem lesz semmi baj neki, ha nincs föltétel. Mik van itt? Nézd csak ide, Zsolt, ezt te csináltad, ugye? Így van. Ez legyen az alapja? Akár. Tényleg? Az egész pizzára? Megzöldíthetjük. Hát ezzel most megleptél, hallod? És akkor ez cukkini, ugye? Így van, ez egy cukkini alap. Simán sütőben meg van sütve egy 20 percig, 100-120 fokon. Némi gőzt produkálva egy másik tepsébe. De ezt nem ide kell raknom, így meg vagyok hűlve. Na, dehogy is, hát én ott szoktuk csinálni. Mindegy, jól lesz így. Rakjuk rá akkor a szószt. Bocsánat, közbe vágtam. Mondod, hogy elmondod a receptjét ennek a cukkinis csodának? Nagyjából elhangzott, de akkor még egyszer. Igazából fogunk egy-két cukkinit, mondjuk ez konkrétan kettőből készült, lecsapjuk a két végét, megmossuk, a héját rajthagyjuk, mert attól lesz ilyen szép zöld az alap. És akkor ilyen két únyi vastag karikákat vágunk, és ezeket helyezzük a lapjára a tepsibe. Kicsit megsózzuk a tetejét, és megsütjük. Kisütjük egy ilyen 20 percen keresztül 100-120 fokon. Igen. 100-120 fokon, és hogy legyen egy kis gőz is a rendszerbe, akit tanultam ezt, ő így mondta, hogy... Hogy hívják ezt az úriembert? Ezt a jóképű három betűs úriembert. Mák úr? Mák Tomi, igen. Így van, és akkor gyakorlatilag egy kis gőzt imitálva normál sütőbe megsül. Utána le kell nyomni, akinek van termomixer, akkor termomixerbe, nekem csak sima ilyen asztali mixerem van, és én abba csináltam, úgyhogy hoztam magammal a szentélybe. Figyelj, Zsolti, arra kérlek, hogy ezt te feltétezed, én fölraktam rá, eleget raktam rá? Így. Abszolút. Jó, akkor tedd meg, hogy te feltétezed, hogy mit raknál rá, és akkor én majd bevágom, kisütöm meg egyebek. Csak nem készítettem még ilyen cukkinis alappal egyetlen egy pizzát sem. És rakjunk rá sajtot, most ugye én is csak rögtönzök. Ez fior di latte. Pluhárféle vastag zsülietre vágva. megtalált. Mert megmutatom nektek, milyen ez a vastag pluhárféle zsülien, és ott van féle a parádiféle ultravékonyra vágott zsülien. Az a zsülien. Ez a DJ-s féle. Az a zsülien. Technika. Ez ilyen kis füstölt sajt, ilyen bükkfán füstölt sajtocska. Jó tesz neki? Így van, ez akkor egy kicsit más ízt visz bele. Ha. Csapunk rá egy-két bozsolikomot. Hú, gyerekek, ez nagyon gurman, iszonyatosan gurman batoljuk most. A Zsolti az itt most felkészült, hogy meglepjen, nagyon meglepett. Ott van az üres tál is bele, paradicsomszószt, megőrülök, hallod?
így most gyakorlatilag így megtettük a maxot. Mehet bele? Jön még rá valami kis? Hát egy pici olajat még szerintem azt. Fokhagymásot rakjunk már rá. Rakjunk a fokhagymásot, egyértelmű. Jó. Fokhagymás olaj, igen. Nem kerül még rá valami kis különleges por? Nem kell rá semmi? Azt hagyjuk meg a végére. Hagyjuk meg a végére, jó. Után. Jó, akkor visszaadom neked a kamerát. És gyerekek, nézzük meg, hogy mit pattintunk vele. Gormozol? Egy gyerekek, ilyet mondom, amikor nézzük rá, amikor három pizzajóló, itt van ilyen jelölt, ilyen pizzajóló előtt, és mindenki másképp akarja sütni. Majd a te pizzádat úgy felnézed, ahogy akarod. Imádom a gormozolat. Hol van a mérőműszer? Ha már csak sajtok vannak rajta. Ez egy ilyen koprodukciós pizza. Jó, ide. 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 És még egyet a közepére. Ez kettő lett, nem baj. Jó, az a lényeg egyébként, hogy ez nem gorgonzola, hanem sima márvány sajt, de nem baj, ez a lazúrféle. Gorgonzola típusú. Nézzük meg, hány fokos a sütő. Középen van egy 513, kicsit a szélén 484, beljebb, nézzük ott beljebb, 503. Ebbe fogjuk bepattintani, jó gyerekek? Na gyertek, pattintsunk be, és nézzük meg, beállítom az időzítőt, és nézzük meg, hogy mennyit fogjuk kisütni. Még én se tudom egyébként, csak beállítom a szokásos 1 perc 10-re, és meglátunk, hogy a gyermével mit fogunk pattintani. Na gyere, nézd meg, hogy vetjük be. Hát elbaszom. És kérem szépen, bent van. Kicsit sok liszt volt az alján, nem? Ja, lehet, hogy a izé miatt gőzöl, milyen ítjük a stoppert. Aha. Na megint jön a izé, átok, hallod, megemelkedett. Nincs abba. Lehet, hogy még kevesebb a feltét. Ő fog sülni. Gyerekek, most járunk 15 másodpercnél. És már milyen szépen jó. Ó, gyerekek. Szerintem jó lesz ez. Csinálunk egy kis helyet, hogy ki tudjuk rakni. Hát ez nagyon-nagyon durván jön fel a széle. Gyerekek, az új Isten a gyermei. Az új pizza Isten. Gyere, Laci, mert úgy látom, hogy hamarabb fog sülni. Úgy érzed? Uh-huh. 27 szek, de még kamerázzad. Gyerekek, ez nagyon kanottó styling lett. Egy gyermek kanottót gyártottunk. A koproduktív. 10 szek, 17 szek. Na, kapjuk ki, Zsolec. Aha, már jönnek a leopárdos dolgok rajt. Hát gyerekek, hát őszintén mit pattintottunk ide? Na mit szóltok? Gyermeiből? Ez nagyon szép. Most járt le. 5 szekkel vettem ki hamarabb, 6 szekkel? Uh-huh. Nem hiszem, hogy sokkal többen, nem? Crunchy. Soft and crunchy. At the same time. At the same time. Hú, gyerekek, ez valami brutál. Halljátok? Atya, úristen. Hát ezt meg kell kóstoljuk. Azonnal. Mit rakjunk erre még? Mivel indítsuk meg még? Úristen, mi ez? Ez figyelj, ezt neked kell rárakni. A Zsolti készül, gyerekek. Kálmán úr készült nekünk valami különlegességgel. Mit fog rárakni? Készültek valami rettenetre. De jó ez ki. Mit szórtál rá? Hát kérlek szépen, mesterünktől, mesteremtől azt tanultam, hogy a cukkinis alap az egy elég semleges alap. Mikor mondtam ezt neked? Csak nem a Mák Tomiról beszélsz. A cukkinis alap az egy semleges alap, és ezért illik rá mindig valami olyat rakni feltétezéskor, ami kiemeli az ízeket, mert a cukkinis alap az inkább egy esztétika. És hát mi más lehet ilyenkor esetleg bevetni, minden mást is lehet. Én konkrétan vargánya port hoztam. Vargánya por. Gyerekek, minden sarkon lehet kapni vargánya port. Ne is gondolkozzatok benne, hogy nincs a sarkon a Dr. Ötker élesztő mellett, ott lesz a vargányapor is, de rápattintottunk egy ilyen. Hát elgondolom őszintén, megemelt ez alját milyen lett? Mert csak innen még van fény. Hát ez patika. Emeljük meg innen is. Gyerekek, ez nagyon jól néz ki. Ide te is mellém, Parádi úr. Gyerekek, én már most látom, hogy gyermeiből maradandót alkottunk. Ez lesz a gyermeik nápolyija. Én már kezdek irigykedni. Szerintem, hogyha megjelenik egy Massimo vagy egy Vincenzo itt a sarkon, hogy tesztelje a gyermei nápolyit, szerintem nem fog meglepődni. Hát, így van. Na, sütjük a többit, és meglátjátok, hogy sikerült, jó? Meg közben megszipatjuk Geiger úrnak a kis hübriseit, hogy milyen.
Zsolti teljesen kész van a Koda 16-jával otthon, ezzel a gusztustan F1-val esütöttem a gyermeiből. Ő ezért két éve izzadt, hogy gyereket süssön. Én meg így kipattítottam gyorsba, és most fölvágjuk. Így. Hát gyerekek, azért nehéz ebbe belekötni, így ránézésre. Zsolti, te mint nagy kanottó, a kanottó az Isten. De most te elhiszted, hogy a Laci először csinálta? Mert én nem. Én szerintem megvezet bennünk. Oda légy. Gyerekek, orgazmusom van. De jó. Hát ez brutál lett, gyerekek. Megvezet bennünket. Fogadjunk, te csak gyermélyből sütöttél. De jó lenne, ha így lett volna, sokkal olcsóban megúsztam volna. Gyerekek, mit lehet művelni gyermeiből? Rögtön beszarok. Laci, biztos jó dobozból vetted ki a butiket? Jó dobozból. Nem tudom, milyen a... Gyerekek, képzeljétek el, mindjárt meg fogom nektek mutatni, hogy van itt, legutóbb, mikor csináltam tésztát, nem sütöttem ki mindet, ez szerintem kb. Olyan 6 napos tésztánk van itt. Megmutatom nektek, hogy a nuvola 6 napos, az hogy néz ki, jó? És ebből is fogunk sütni. Ebből is látszik, hogy milyen, amikor 6 napot pihen. Na, egész más, látjátok? Nem 24 órás, hanem ez 6 napos. Úgyhogy ebből is fogunk pattintani majd, jó? Meglátjuk, hogy milyen. Na, hát, ezt most meg fogjuk kóstolni? Meg. Egy kis tányolról, hogy megcsináljuk. Majd meghallok. Nyilván, hogy ne csöpögtessük szépen, ő is te takarítasz. Biztos így van, tessék. Van vendégünk is, kérlek szépen, nagyon régi barátom. Bauman Zsozsó barátom. Sziasztok! Úgyhogy őt is meg fogjuk kínálni. Megkértük, hogy segítsen nekünk az olasz söröket tesztelni. Mondta, hogy nagyon szívesen. Így. Tessék, Zsoltikám. Így. Grácie, hallod? Azt mondta, grácie. Na, mesélj nekünk. Első érzések. Hát az íze az fantasztikus. Én a tésztát egy picit ropogósabban szeretem. Bocs. Viszont a puhasága az valami csoda. Na nézzük, gyerekek, életemben először kóstolok. Cukkinis alappal. Hát álmon nem gondoltam volna, hogy Isten. Ezt nem tudnak volna megrendezni, hogy Isten paradicsom szósz. Gyerekek, Biancával is készültem. Lesz mascarpone-s alap is. Mascarpone és ricotta bekeverve. Lesz paradicsom szósz is. De hogy most pont egy cukorissal kezdünk, ez isteni. Te. Gyerekek, gyermei, patika. Mi lett volna, ha egy 5 másodperc? Nagyon finom puha. Rásütöttünk volna ott még. Van a csúcson, jó, nagyon jó. Még van rá lehetőségünk. Ugyan. Gyerekek. Hibátlan. De hogy ez a szósz, ez mennyire üt? Nagyon finom. Brutál, hallom? És a vargánya érződik? Ugye? Megdobja. De a hübris után szerintem, a gyerekek, a hübris megy, cseri, az az enyém, jó? Tehát az arról el lehet kopni. Na jó, megkóstolhatjátok, de ezzel fogom kezdeni, és utána, egy hübris megy után jön a kövi. Akkor mi legyen, csináljunk egy paradicsomos alapot kövire? Igen. Jó. Megcsinálod te, Zsoli? Lehet. Te nyújtasz? Milyen a megyek? Gyermeivel nyújtani? Ha valaki átveszi a kamerát, természetesen. Hmm. Az jó. Ő is kóstolja meg. Jó. Gyerekek. Csinálok egy gyermei pizzériát. Beírom, hogy Pulver Edwin Ápoly. Na, folyt kövés, akkor sütünk gyerekek. Paradicsomos alapot, meg ricottás alapot is, és csak valahol folytatjuk, jó? Zsolt is megkóstolja ezt az ölületet. Milyen akkor tudál? Gyerekek. Parágyi. Na. Annyit fogunk csinálni, hogy tényleg tovább sütjük egy pár másodperccel, hogy mennyire ez krokantébb, de... Nagyon nem kell. Legalábbis az olyan. Fia kanottó az ilyen valójában, nem? Na milyen? Nagyon puha, finom. Én egy picit azt érzem azért a tésztán, egy picit
nyúlósabb, rágósabb, mint az olasz lisztek. Nem tudom, te érzitek-e, vagy te neked mi a véleményed? A puhaság szerintem az, amit te is mondtál, igen. Hogy a roppanóság az, az tompa, igen. A puhaság, puhaság meg az meg extra. Igen, az meg nagyon finom. De hát az, hogy ehhez egy gyönyörűen micsoda abroncsokat gyártottunk, gyerekek. És nagyon kíváncsi leszek majd, ha egy kicsit rásütünk azt az 5 másodpercet, amiben hamarabb kivettük, hogy szerintem annyi fog kellene neki, és akkor meg lesz neki a crunchy. Szerintem itt az FM0-ban simán összehozunk, fölcsavarjuk a lángokat, aztán utána meg is lesz a felső bánvás. Kérem szépen, gyermei 2.0, Kálmán Zsolt Magyarország, Szombathely, 5 gyerekes apuka, tudtátok rajta, hogy 5 gyerek négy. Van? 4. Na jó, az azt, hogy nem tudja, 5 van, na. A lényeg, vicceltük, tényleg 4 van. Szóval 4 gyerekes apuka, és hozzálát a gyermeihez, hogy kipattintsa. Hát az előző videóban a gyerekek, amiket láttatok, hát ez nagy döbbentő volt, még szerintem a Zsolti számára is. Hát így van. Úgyhogy most az a terv, hogy így néz ki gyerekek szépen avval a tésztavezetéssel, avval a rendkívül egyszerű tésztavezetéssel, amit egy ilyen kecskeméti haveromtól hallottam. Sajnos nem tudott eljönni. Ja, itt van! Itt van! Úgyhogy... Na, hogy mennyi lisztet rajtahatsz? Én mindig meglepődöm. Engem nem zavar, csak meglepődöm. Szóval megy, kérem szépen, a mérnök informatikus ennyire precízen, gyerekek, hát ennek olyan abroncsa lesz, a Mark Tomi, hallod, az gyakorlatilag nyakon szúrja magát. Meglátja, hogy a tanítványa mekkorát fejlődött órák alatt a gyermeivel. De milyen szép a kultúra, mi? Egészen. Ez kidagasztotta ezt, nem tudod? Vajon kidagasztotta? Oda lesz, gyerekek, látjátok? Ezt a Mayer meglátja, vagy nyakon szúrja magát, ha ezt a nyújtát. Mayer pajtás! Toljuk ám itt a nyújtásokat. Hú, de AVPRS, ezt nem fogod úgy nyújtani, ezt most felejtsd el, ezt majd széthúzod, ahogy én, majd nem fog menni. Ajaj. Ja, azért... Reméljük, hogy mivel nincsen éttermünk, minket megkímél, Mayer úr. Nem akarsz egy kis lisztet alá rakni? Nem. Hogy kinyitottad? Te ez hány cent is, figyelj! 35 a maximum, befér az F-euróba. Atya, úristen, mit nyújtott gyerekek ez a srác? Na mi lesz? Oda szórod? Látjátok, Szombathelyen teljesen más technikával dolgoznak? Kell egy kanál nekünk. Igen. Jó, tényleg nincs. Az az. Közben elkészült a paradicsomszósz. A gyerekek, egy újfajta paradicsomszószt használok, mert képzeljétek el, annyira uncut voltam, hogy a pizza mammás tulajdonos, a Geri, akit egyébként én nagyon imádok, az nem akart elárni a paradicsomszósz titkát, de én bementem hátulra, és kinyúltam egy konzervet tőlük, és elhoztam, szó nélkül, megmutatom nektek, hogy mivel tekeri. Jó? De hűtök el egyszer. Megmutatom nektek, hogy milyen doppos, San Marzano-s paradicsomszószal tolják a pizza mamába. Nagy sikerrel a jó kis nápolyi pizzákat. És itt van, kérem szépen, a... Fantasztikus illata van. Luisa. Megkóstoltuk mind a hárman, gyerekek, kiskanál, amikor kinyitottuk ezt a Luisát. Milyen volt? Fantasztikus. Olyan illata van neki, minthogyha most születöltük volna le. Nagyon finom, isteni. Neked, Zsolti, hogy ízlett? Nagyon kellemes, aromás, savas, jó értelemben savas. És nincs egy ilyen keserű lecsengése, ugye? Igen. Hanem végig édes marad. Egyébként szerintem ez a titok, ebből lehet látni. Oda nézzetek, mit pattint oda. Zsoltikám, lesz rajta gomba is, van még egy Zsolti nálunk. Lesz rajta gomba is, lehet? Jó. Az csak jó. Szóval ez egy San Marzano-s doppos paradicsomszósz. Körülbelül olyan 2600-700 forint egy ilyen 2,5 kilós projekt belőle. Ha valaki szeretné tudni, hogy hol lehet vásárolni, akkor jó pizzért elárulom. Nézzük a Szombathelyi gyereket. Megszakadtunk a rőgéstől. Volt egy fél perc szünet, levegőt vettünk, és most előről kezdjük. A gyermeivel másképp rakjuk föl a lapátra a pizzát. Úgyhogy most ráhúzzuk, hogy az olaszok szokták. Mentjük a menthetőt, legalábbis megpróbáljuk. Minden gyermei kincs. Ezt úgy hívják, hogy kármentés.
Úgy határozott. Na, hát ez így gyerek a rendben van. Ezt a 40 centis pizzát kisütjük az FMO-ba. Hát ez most tényleg olyan bazik Nápolyban lenni, ahol lelóg gyakorlatilag a lapátról. Na, kíváncsi leszek, hogy mit alkottunk. Egy picit ott szerintem ott még kicsit igazgassunk rajta, a gombát esetleg ott picikét arrébb még. Azaz, figyelj, mint egy olyan rendes informatikus mérnök, még rakunk egy kis sajtot is rá. Így. Ahol itt kicsit hia van. Gyerekek, most izé van, ilyenkor most összefognak a kandórók, amikor izé van, vészhelyzet van. Nem baj, azt mondta Zsolti, megint megpróbálja a következő pizza bucival. Mondta, hogy nem ő nyújtotta, nem vállalja a felelősséget. Most majd jön a buborékos vers. Na most mi lesz? Na hogy megy a vetés? Nézzük! Gyors kézmosás. Nápolyban is így csinálják egyébként minden alkalommal. Ahogy feltéteznek, egyet kezet mosnak. 14 szoros, ugye? Micsoda? 14 szoros. Biztos. 34,5 centi szerintem a szélessége. Nagyon izgulok. Azaz, és kérem szépen, sikerül stopper. És most várjuk a csodát. Add ide ezt a lapátot. Azt az, hogy lerakjuk itt a helye. És akkor na, nézzük meg, hogy mi történik oda bent. Kérem szépen, a nehéz szüléssel császármetszés. Császármetszéssel megszületett pizzánk. És ami nagyon szerencsés, hogy vendégünk van, és ő kérte, hogy így feltétezzük, úgyhogy Bauman Zsozsó barátunké lesz ez a vadul feltétezett, szenvedélyesen feltétezett, már-már olaszos lendülettel. Na milyen ez a kanottos hangulat? Alakul? Alakul, de szerintem az előző az szebbre sikerült, bár várjuk ki a végét. Hát, ne mondd már ilyet. Szentélyben, ilyet mondasz, hogy a pluhának szebb volt a pizzája? A produkciós pizza az jobb lesz. Ne baj, még azért lesz lehet, hogy 12 bucink van itt meg még, amit hozott a parádi. Úgyhogy van itt 16 bucink, szerintem abból azért összehozunk egy 10 szek van hátra. Hogy érzed? Hagyj meg hát, 10 másodpercet. Igen. Én szóljál, hogyha el kellene menekülnöm kamerával. Szerintem látsz? Megvárjuk a csicsergést. Oké. Okay. Mehet? Aha. Így? Így, gyerekek, nagyon patika. Nagyon hol a tányérunk, hol a tányérunk? Itt van, és csak. Vegyed onnan a bucit. Úgy. Jó az. És rakjuk oda. Így, nézd csak, rakj csak oda. Lelóg a tányérról, gyerekek, tiszta mese Itália. Szép. Mese szép, mintha Olaszországban lenne, ja? Gyerekek. Figyelj. Nézzük csak. Wow! Na, ott makrokantésebb? Oh. Na igen, ez már igazi, soft and crunchy. Még egy kis feltét. Aja, megemeljük? Patika, kérem szépen, patika. Na, mi legyen? Szerintem megmentettek, ahogy nézem. Meg. Rendben van ez. Én szerintem... Zsolti, meg fogod enni? Szerintem a fórumról bárki megenni, így van? Biztos vagyok benne. Én is. Bárcsi. Zsolt is megfogja. Na, most akkor itt Zsoltinak felszokáljuk és sütjük a következőt. És most Parádi úr fog gyermeiből nyújtani, sütni. Az biztos nem. Na, folytkő. És akkor hozzálátunk. Szóval egy speciális szemula rimacsinátát készít Parádi barátunk. Úgyhogy azt mondta, hogy ő mindenben megújul. És egy újfajta szemola kombót, gyakorlatilag egy testvérházasításos projekt lesz. Ki fogom én is próbálni egyébként, ha marad belőle. És kérem szépen, DJ Parádi Magyarország, patting nekünk egy Vincenzo Capuanos tészta vezetéses látjuk, hogy szépen, látjátok milyen szépen lehet kerekpizzát előkészíteni? Egy kerek dobozból? Oda nézzetek, gyerekek, föl is megmutatom. Na, ezt nem kell oldalról itt piszkálódni. De egyébként szépen kerek. Szoktam egy kicsit. Adjátok, oda nézzetek, gyerekek. Atya, úristen, de szép. Hát ennek is nagyon szép kis abroncsa van. Szerintem a bakelit lemezeken gyakoroltak. Igen, a 12 incseseken.
Nagyon babás. DJ technika. Igen. Tényleg sketchel. Sketchel a nagymester, sketchel. Én azt érzem, gyerekek, hogy ez a tészta még nincs teljesen jó állapotban. Jaj, ne legyen már negatív. Biztos vagyok benne, hogy jónak kell lennie. Így szoktál nyújtani? Igen, így szoktam. Érdekes. És utána és érzem, hogy nem jó, ezt mondtam neked. Még nem elég jó. Most gyakorlatilag te tesztelsz egy új receptet, jó? Igen, gondolom ezt, igen. A Vincenzo Capuanot. Igen. Tehát ez a pluhár szentélyféle pizzától teljesen eltérő technológia. Igen. De jó lesz ez én szerintem. Jó, csak nehezebben nyúlik ki, de látod, nyúlik rendesen. Na most meg fogom nézni mindjárt. Fogd meg ezt a kamerát, Zsoltikám. Kétségtelen egy picikét gumisabb, egy egész, de nem nagyon, egy picikét gumisabb. Igen. Jó. Én nem fogom most ezt a tésztát túlságosan gyilkolni. Ekkora mér. Én egyébként is kisebb gramokkal dolgozok, vagy dekákkal, mint ti. Úgyhogy... egy gyönyörű ilyen egyszerű mozdulattal. Azt szokták mondani, hogy nem szabad agyon dolgozni, nagyon nyomni, ne stresszeljük a tésztát. Jó. Most. Pecorino Romanót szeretnék kérni. Oda. Alkalmazok a pluhárféle pöckölést, jó? Ő neki a szabadalma. A cika jól csinálva? Jó. Leszelő, sajt leszelő. Ott van. Ott van, ott van, ott van. Nem szabad sokat a pecorinóból, mert nagyon erős neki a ízvilága. És ugye tudjátok, hogy a pecorino az jó. Nem az, nem itt van. Á, ez, a, ez amit te készítettél, igen. Én ragaszkodom hozzá, hogy az igen. Általad készített Juliet, igen. Ami gyakorlatilag a hajszál vékonyságával betegszik. Legalábbis a Laci féle megoldáshoz képest, ami meg a Jumbo kivite. Igen, a Laci szereti a rusztikusabb, nagyobb darabokat, ugye? Bár a felesége nem látszik, mert nagyon csinos és vékony. Rám jön az összes fölösleges súly. Igen. Oliva, hogy került már az? Oliva olaj most jönne. Nézd csak, fogadj mások, jó? Én ennél is ezzel a hatos technikával dolgozom. És akkor most egy kicsit megnyújtjuk a pizzát, de nem nagyon akar nyúlni, de azért annyira fog, hogy jó legyen. Csinálunk egy ilyen kis tesztet, hogy ne ott terüljön ki, amikor vetjük. Szóljon is, ha. Vagy is jött te. És a mért? Igen. Szuper, vissza is lehet csukni? Igen. Azaz, hogy stopper. Stopper. Ez egy kicsit majd többet kell sütni, mert vastagabb. Én azt gondolom, hogy ez egy 15-re megyünk rá. Ez is jön ám fölfele. Adda néz! Milyen puklik! Na mi történik? Gyönyörűen jön föl, ha? Azt a betyárját! Hol tartunk? 39 másodpercig? És lehet, hogy fordítja. Később indítottuk, úgyhogy egy 10 szekket azt mondjál előre. Lehet, hogy fordítsunk egyet? Igen. Fordítani kell? Hát, nem. Most járunk, kérlek szépen... fordítsunk. Egy percnél. Jó. Mert ez kész van. Hát, talán egy picit még. Igazából stopperra ne figyeljetek azt, ahogy jó. Jó. Úgy vegyétek ki. Gyerekek,
Itt van okay, a tányér, ide rakhatod, nézd csak ide. Pattintsuk oda le. Ez gyönyörű gyerekek, abroncsa van. Ennek nagyon nagy abroncsa van. Hát ez is nagyon kanottos hangulata van. Nézzük a kráncsit. Laci, te... Hallani ropog, gyere közel a kamerával. Leállítjuk ezt. Tehát igazi crunchy. Ez a Vincenzo Capuano féle recept. Kicsit még azért felöltöztetjük? Hát nyilván. Mit szeretnél kérni? Hát... Rukkolát? Ez is rukkola, gondolom. De van. De nem, hát készültem. Ne, ez maradjon, ez a hagyományos margarita. Így. Ja. Most én ilyenkor mindig szoktam rá, ha még lehet. Egy nagyon pici kis, egy hatost. És meg vagyunk. És ez a Vincenzo Capuano-s recept. Igen, igen. Meg fogjuk veletek ezt is osztani majd egy ilyen link keretében, hogy ez gyakorlatilag mi ez a pontos recept, hogyha valakinek tetszik, akkor kipróbálhatja. Gyakorlatilag az a legfontosabb különbség, hogy a vizet a liszttel összekevered, ugye? Igen, és nem teszek hozzá. És nem teszel hozzá, se sót, se élesztőt, hány órán keresztül? Hát 30 perctől 24 óráig ajánlja Vincenzo. Oké, ez hány óra volt? Ez 1 óra 20 perc. És azután? 1 óra 20 perc után megcsinálsz egy tésztatesztet, és ha szépen nyúlik, akkor lehet utána. Ez az úgynevezett bugyiteszt? Így van a bugyiteszt. Kérdétek, van egy bugyitesztünk, mert eléggé nyúlik, mint tudjátok, ez a nagymamás kis bugyi. Igen. Akkor jó, de majd... Itt a tundra bugyi. Tundra bugyi, akkor jó. Úgyhogy attól így néz ki. Szerintem rendben van. Én nem találok benne különösebb hibát. Most kinyitjuk, jó? Mit szólsz, ha fölvágjuk? Itt az olló. Ott az olló. Na nézzük Vincenzo Capuano barátunkat. Ha megnyitjuk, mi történik itt? Jó a fölnyitom? Ott jó. Ott jó? De bárhol nyithatod, ahogy elnézem az abroncsot. Mindenütt levegős lesz. Jól gondolom, hogy ez nem gyermei? Ez nem. Kicsit más a sejtszerkezete. Ez a mi nagy kedvencünk, Lacival. A Supernova? A Supernova. Ez a Supernova, a gyerekek. Ha hozzá tudsz jönni, akkor patika. Szerintem rendben, megnézzük az alját. Patika. Itt vágjuk fel. Ott is vágjuk fel? Fia Zsolti itt van velem, nem akarom, hogy többet ne jöjjön. Ha azt mondja, hogy nyissam föl, ott vágjam fel, akkor fölnyitom ott. Most egy picit ez itt összenyomtam, de így majd megigazítjuk. Nagyon jó. Szerintem rendben van. Hát szerintem egy szavunk nem lehet. Vincenzo Capuanónak adunk egy ötös, nem? Adunk egy hatost. Na folyt, köv! Mi sem, ez a rohadék már ráharapott. Most meg fogjuk nézni, mi a különbség. Most már megint másodszor, mert egyszer már rákóstoltunk gyerekek, ugye a gyermei után a Caputo Supernuvolára, hogy ez abból készült. Hát eleve más egy picikét, ha megnézitek, még könnyedebb, még lágyabb, tényleg mint egy szuper felhő, olyan a gyakorlatilag az abroncsa. Gyerekek, lehet nagyon finom nápolyi pizzát csinálni a gyermeiből. Ezt a Supernova a gyerekek, ez verhetetlen. Tehát olyan hihetetlen lágy könnyedség van. Ez az igazi szó. Olyan, mintha egy ilyen nagyon lágy, nem is tudom, hogy jól összehasonlítani, egy sűrű tésztát egy ilyen nagyon lágy, könnyed tésztával akarná összehasonlítani. Szóval zongorázni lehet a különbséget. Nem véletlenül kerül, mit tudom én, 1000 forintba vagy akár fölött egy Supernova, egy kiló belőle. Nem mondunk ugye, ahol lehet venni, ott 19.000 forint a 25 kiló. Igen. De nagyon nagy a különbség, gyereket. Félem a gyermek is, nem rossz, senki nem fog belekötni. De a Supernova van a Supernova. Azért pattattunk még pár gyermeit, jó? Zsolti is, meg én is. Feltételezünk még egy-két huncutságot. És persze megküldjük vele a szomszédokat. Hát, persze. Gyerekek, megy a Poveredby gyermei. Kell a következő hely a többi gyermeinek, a 8-nak, amit beragasztottunk. És... sütjük ki a kis gyermeket. Kérem szépen. Ragadom azt a tejét meg. Jó. Így. Azt mondja, hogy nagyon kis finom, könnyű ennek is a tésztája, de érezhetően nehezebb, mint a Supernova-lái.
Így. Na. Hát most már egy több órája bohockodunk, úgyhogy az érezni a tésztán, hogy, hogy a meleg levegő azért bedolgozik neki. De azért szerintem ki fogjuk tudni ezt jól nyújtani. Így. Csinálunk egy kicsit, hogy csak kevés liszt legyen alatta, ne legyen sok. Így. És akkor gyerekek így nyújtunk el. Nézzetek csak így, hopp. És ki is van nyújtva egy nyújt. Hello, szia, hello. És akkor szépen pattintunk így a gyerekek ebből a lújzából, amit a Stoduk Gergőnek köszönhető, a Pizamamás tulajnak, hogy a kezembe nyomott egy flakonnal, és a ne! Olyan jó anyagot csináltál azt, hogy a pizánkról, hogy megérdemeltem egy jutalmat. Kaptam tőle pizzaszózt. De figyelj, az előbb nem azt mondtad, hogy lenyújtad a raktárból? Nem mertem volna ilyet csinálni. Olyan rendes volt velem a Geri, hogy csuda, gyerekek, hogy egy csuda. Jó, és akkor most erre pattintunk egy kis... Erre az olcsó gyermeki tésztára rakunk véleg drága Pecorino Romanót. Nem sajnáljuk. Egyébként hozzá a kötelező, tehát ennél vannak egyébként gyengébb olasz lisztek. Simán. Mi nem? Gyerekek, ugye vannak ennél gyengébb olasz lisztek? Abszolút vannak. Ugye? Hát ez csodás volt, amit elsőre sütött szembe lehet. Egy szavunk nem lehet, nem? Azért ledöbbenté tőle. Le. Zsolti. Így. Azt mondja, pattintunk rá egy kis gombát. Nincs. Ennyi. És mivel gyerekeknek megy, ezért nem tolunk bele több badorzó dolgot. Úgyhogy, na milyen a csipős paprikás, megkóstoltátok már? Isteni. Isteni? Mm. Szia. Akkor jó. Jó estét. Halló. Kiugrottam a kádból? Egyem a drága szívű szegény szomszéd. Itt vannak a szomszédaim. Hello. Meghívtam őket pizzára. És mondta, hogy épp a kádban vagyok, és képzeljétek, hogy kiugrott a kádból a pizzáért. Pedig ha tudná, hogy gyermeki lisztből készítettem neki. Na. Maxi? Maxi? Pattintsuk be. Nézzük az 1 perc 10-et, és nézzük meg, hogy mit műveltünk a gyermekiből. Nem, hogy állunk? Lassan mehetjük ki? Igen, alakul. Közel járunk? Még az óra 20 szeket mutat. Szerintem még kell egy kis még kell neki, nem? Hát ennek is gyönyörű abroncsa van, hallod? Milyen abroncsa van? Zsolti! Zsolti! A kanottó rajongója. Mák Tomi fanklub. Kérem szépen. De most figyelj, mi van ma velünk, hogy csak kanottó se csütünk? Jöhet ki? Aha. Time van. Szerintem jó, még picit hagyok most, csak a huncutság kedvére, hagyok még egy 5 szekket. Hagyj rokogjon jobban. Már még. Jó lesz, mert meg fog égni az alja. Mire rakjuk, gyerekek? Oda néz, kijött a leopárzint. Ott van egy tányér. De ott is van mögött. Itt is van, megvan, ott a tányérunk, jó van. A kis leopárd mintán. Na, gyerekek! Jön közelebb. Ez is ropog, gyerekek? Ez is ropog. Kicsit tovább hagyja, nézzük meg az alját, milyen lett. Hibátlan. Jó. Rendben van? Zsolti, rendben van? Igen. Jó van akkor. Próbáltam volna más neked? Mondani. Te is Zsolti. Három Zsolti van itt, kérem szépen. Akkor sütjük gyorsan a kövit. Még annyi, hogy erre dobunk egy kis és hatos olajat, jó? Meg egy kis
a zselikomat. Zsoltinak lehet is vinni, csinálom gyorsan a kövit neki. Így pörgünk, gyerekek, majd egyszer valahol lesz pizzériánk. Azért azt tudotok-e, hogy akinek pizzériája van, azért ez nem a gazdagok sportján. Szóval kevesen vásárolnak bele a 20 milliós autót ám. Ahhoz nagyon jó helyen kell legyél, meg sok minden más egyéb. Viszont szeretni lehet meg imádni ezt az egész pizzás történetet. Így. Ilyen kis lisztet ide nyújtunk rajta gyorsan kettőt, jó? Így, egy, kettő, ennyi volt. Jó vagyunk? Miért nyúlik ez jobban? Ha 30 ezer év megmondom, adj egy támfolyam. Kérlek szépen. Úgyhogy mondom, hogy azon múlik, csak a dagasztáson múlik, hogy hogyan állítod be a hidróját, semmi máson nem múlik egyébként. Na. Úgyhogy ez a jó ebben a szakmában, hogy mindig van mit tanulni. Én a Márktól beszéltem egy nagyon keveset, azt mondta, hogy amikor itt pörgünk a pizzák körül, akkor fölhívhatjuk Messengeren, és bejelentkezik, mint egy ilyen jótevő, így a nyakunk közé, és beszórja az áldást, úgyhogy meg fogjuk majd csörgetni Márk urat, mert azt mondta, hogy ma Szabin van, más nem tudunk hívni, Damulacink az dolgozik éjjel-nappal, mint a kis angyal. Azt mondja, hogy ide is pakolunk egy kis pazsalikomot. Ugye csemetéknek lesz, kapnak egy kis vitaminpaprikát és egy kis gombát. Így. És kapnak egy kis füstölt sajtot is, nehogy már sértődős legyen. Ami újdonságunk, ami bevált. És adunk rá egy kis sajtocskát. Így. És meg is vagyunk. Bepattintjuk a sütőbe. Ez akkora nyújtottam, ez a nagyon is nem kell állítani. Nem, Zsolti? Ez mi nagyjából jó vagyunk méretre, nem? Ez úgy tűnik, hogy pont. Stoppert elnyitottuk. Nézzük gyermeit, kérem szépen. Hogy süt a gyermeink? Szerintem egy szavunk nem lehet. Na, hogy alakul a pite? Igen. Az abroncsok nőnek szépen? Még csak most kezdenek belehúzni. Ő az abroncs, Zsoltikám. Igen. Nem néz ki rosszul esetleg. Komolyan mondom, ez a gyermek, ez a tésztavezetés, azért ez nagyon ott van. Szerintem a tésztavezetésben lehet a titok, hallod? Ez a pluhár szentély, ez a pluhár szentély. Kérem szépen, itt a tészta is másképp viselkedik, ha ide jön a 33-ba. Alsona utcába, kérem szépen. Szerintem közel vagyunk a jóhoz, ugye? Igen. Még egy picikét hagyok még, egy ilyen 5-8 szekket. Többet nem szabad, mi itt 500 fokkal dolgozunk, ám gyerekek, 500 fokkal dolgozunk. Emlékszem, amikor itt voltak a bajára vendégeink, és hogy nem akarták el, hogy ilyen gyorsan kész van, ugye? A hölgy. Ennyi idő alatt kész. Igen. Neki kedvence volt ez a fokhagymás olaj, egy picit meglendítjük vele. És kérem szépen, jók is vagyunk. Na, így vagyunk a gyermei sztály, kérem szépen, redik vagyunk vele. És folytkövés, most jön gyerekek, egy 6 napos tészta, képzeljétek el. Ki fogok pattintani nektek egy 6 napos tésztát, ami direkt tésztaként bedagasztottam, és így néz ki. Dögös! Pattintunk belőle egyet, mit szóltok?